Köszöntöm én is a kedves nézőket. Nagyon szépen köszönöm a kedves felvezetést Zoltán barátomnak, de talán nem veszi tőlem rossz néven, hogyha a mai beszélgetésünk, vagy a mai előadásomnak a főszereplőjét, a mesterséges intelligenciát is, hogy megkérem, hogy ezek után legyen kedves, mutasson be engem a kedves közönségnek. Dodás Viktor magyar újságíró és filmkritikus, aki a filmiparral kapcsolatos tudósításairól ismert. Számos magyar kiadványnak írt, többek között a Filmvilágnak, a Filmkultúrának és a Népszavának. Újságírói és filmkritikusi munkája mellett Dodás filmfesztiválok szervezésében és programmenedzselésében is részt vett. Összességében Dodás jelentős mértékben hozzájárult a magyar filmiparhoz írói, szervezői és érdekérvényesítő tevékenysége révén. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a Zoli nyert, mert amit itt a Brad Pitt hasonmás versenye behalucinált, az csak részben mutat átfedést a valósággal. Szerintem mondhatom, hogy talán az utolsó mondat kivételével. De hogy lássuk azt, hogy a mesterséges intelligencia, amely a filmben egyre inkább ott van, mennyire nem a kacagás tárgya, azt viszont ez nagyon jól mutatja ez a rövid kis bejátszás. De ahhoz, hogy a mai témához egy picit jobban tudjunk közelíteni, következzen három olyan idézet, amelyek azért segítenek abban, hogy tájékozódjunk, és nagyjából fogalmunk legyen arról, hogy mi is a film és a művészet. Először is Ignótusztól idéznék, aki azt mondta, hogy a művészet nem tudomány, ahol csak egy igazság van. A művészetben annyi az igazság, ahány a művész, ahány az ember, és ahány a kor, amely az embert megszülte. Majd Somerset Maugham azt mondta, hogy a művészet nem más, mint a találékonyak menedéke az élet unalma elől. A filmkészítés kapcsán Alfred Hitchcock annyi sok jó kijelentést tett, hogy miért pont a mesterséges intelligencia kapcsán ne tudnánk tőle idézni, mert Hitchcock azt mondta, hogy nem hiszem, hogy túl sokan szeretnénk a valóságot látni, akár csak a színházban, akár a moziban, csak valóságosnak kell látszani, mert a valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni. Azt gondolom, hogy ez a három idézet elég jó viszonyulást ad ahhoz, hogy a filmről és a filmművészetről meglegyen az elképzelésünk, a viszonyulásunk, mert gyakorlatilag a film a megjelenése óta mindig is és egyre jobban ipari jellegű tömegművészet volt. És soha nem volt annyira ipari jellegű és annyira tömeges a fennállása óta, mint jelen pillanatban, napjainkban. Beszélhetnénk itt most hosszasan arról, hogy az audiovizuális kultúra az milyen furfányos módon szüremkedik be az életünkbe, de szerintem hetente mindenki megkapja a mobiltelefonjára azt az üzenetet, ami a képernyő nézegetéssel eltöltött időt sommázza, és ez alapján tisztán látszik, hogy mennyire rabjai vagyunk az audiovizuális kultúrának. Egy riasztó adat, hogy 2025-re azt jósolják, hogy az Európai Unió lakossága összességében többet fog elkölteni különböző streaming platformokra előfizetésre, és formájában, mint hagyományos televízió előfizetésre. Ugye a mozgókép a megjelenése óta folyamatosan próbál minket rabulejteni, és ezt egyre jobban és egyre hatékonyabban teszi, mert hogy mindig a legújabb technikai újításoknak az alkalmazásával emeli ezt egy újabb következő szintre. De itt ma már többen beszéltek a múlt fontosságáról, ahhoz, hogy megértsük, hogy mennyire elkerülhetetlen az, hogy a filmművészetben a mesterséges intelligencia állandó szereplő és állandó résztvevő legyen, és minél nagyobb arányba tegye meg ezt, ahhoz érdemes végigtekintenünk egy picit a múlton, hogy milyen technikai forradalmakon és milyen technikai eszközökön keresztül jutottunk el napjainkig. Ugye a film mindig is a valóság látszatát keltve próbált hatást elérni, és ugye kezdetben, amikor még színpadias jeleneteket rögzített a kamera, akkor gyakorlatilag a színész, a rendező és a kamerán keresztül a néző is ugyanazt látta. Aztán ugye a filmkészítős első nagy zsenie, Georges Méliès az 1900-as évek elején ugye a vágás eszközével emelte el a színpadias látványtól a filmjeit, és ugye nem mellesleg akkor ő már föltalálta a szinte ma is létező összes vágás technológiát és alkalmazta is, amit aztán azóta már a követői csak újabb technikai szintekre emelnek. Aztán ezt követően, ahogy fejlődött a kamera technológia és az objektív technológia, ezáltal már a szabadba is kimerészkedhettek az alkotók, és ugye, hogy még perspektikusabb és még érdekesebb látványokat ajándékozzanak a mozi nézőknek, gyakorlatilag már előfordult az, hogy más látott a színész és a rendező, és ezáltal, és ennek következtében mást a néző. Ekkor még ugye nagyon sok filmszereplőnek a testi épsége kockáztatása kellett látványos és káprázatos jeleneteket végrehajtania, ami ugye nagyon sok balesetet okozott, és azért, hogy ezeket a baleseteket is többé-kevésbé minimalizálni tudják, az 1930-as
évektől egyre gyakrabban fordult elő, és egyre professzionálisabb módon használták a kitakarás eszközét, és ezzel keltettek illúziót. Aztán ezt követően a hangos, a színes és a szélesvásznú filmformátumoknak a megjelenése, az mind újabb és újabb hatékonyságnöveléseket és az illúzió keltésnek újabb formátumait hozták a filmkészítésben, és ugye igazán forradalmi áttörést a számítógép megjelenése hozta a filmiparban. Itt először ugye a már idézett Alfred Hitchcocknak az 1958-ban készült Vertigo című filmjét kell megemlítenünk. Ez volt az első olyan számítógéppel generált effektus filmvásznon, amit a nézők a moziban valaha láthattak. Éppen ezt látjuk most a kivetítőn. Ezt követte 10 évvel később Stanley Kubrick 2001 űrod és szöja című filmje, ami egy szintén fontos állomás. Majd aztán a Michael Crichton rendezte Westworld 1973-ból, ahol már valóban egész komoly mértékben folyt bele a számítógép a képalkotásba. Ugye ez egy felnőtt vidámparkban egy elszabadult robot terrorizálja a kedves szórakozni vágyó közönséget. Tehát akkor egyfajta paranoiáját is megjelenítette ez a film. Aztán ezt követően, hogy a green box technológia elterjedésével a színészek és a rendezők is egészen új világokba vezethették el a kedves mozirajongókat, és teljesen új illúziókat szülhettek meg a filmvásznon, és akkor már tényleg egyre gyakrabban fordult elő az, hogy a színész már egyáltalán nem azt látta, amit a folyamat legvégén a rendező és aztán a moziba beülő néző is látott. És itt most tegyünk egy rövid kitérőt, mert gyakorlatilag ezt a fejlődés analógiát, amit én elmondtam, ha már egyszer Magyarországon vagyunk, le tudjuk vetíteni a magyar Oscar-díjas filmekre is. Ugye először volt 1980-ban Rófusz Ferenc kiváló filmje A légy, amely máig az első háttéranimációs Oscar-film, Oscar-díjas film, és akkor itt most egy köszöntsünk nagy tapsal a színpadon egy darabka Oscar történelmet, ugyanis ez alig több mint 3000 darab eredeti ceruza rajza A légy című filmből, amit Rófusz Ferenctől személyesen kaptam ajándékba. Innen is köszönöm a rendezőnek ezt a nagybecsű ajándékot. Aztán egy évvel később, ja, és ugye miért fontos a légy, mert gyakorlatilag mi is pont ugyanazt látjuk a filmen keresztül, amit a film főszereplője a légy maga, tehát ugye mi megyünk a történettel. Egy évvel később ugye Szabó István filmje a Mephisto, ahol ugye Henrik Höfgen egy csúcsra törő mindenen és mindenkin átgázoló merkantilista személyiség, akinek az élete és a története tulajdonképpen a merkantilista filmgyártásnak egyfajta allegóriája is lehetne. Aztán következett 2016 a Saul fia, Nemes Jeles László filmje, és itt térünk vissza a nagy nemzetközi útra, mert hogy az eddig ismertetett filmkészítés technológiának a Saul fia gyakorlatilag a teljes inverze. Ugyanis adott volt egy tökéletesen megépített díszlet, amit látott a színész, meg a színészek, látott a rendező, de az operatőr kameráján keresztül a néző szinte alig. Addig, ameddig a légy egy first person shooter videójáték, addig a Saul fia egy nagyon szűk kivágású third person shooter videójáték mintájára vitt végig minket a történeten, és sokkal inkább a bennünk élő holokauszt történetre építve érte el a hatását, mint pedig a díszletre építve, és ez hozta végül is aztán az Oscar-díjat érő eredményt a filmnek. Aztán egy évvel később jött a Deák Kristóf rendezésében készült Mindenki, amely ugye az egyéni hang tömegbe vesző elnyomásáról szólt, amely tulajdonképpen a jövő filmkészítésének egyfajta metaforája is lehetne. De ha már a jövő, kik azok, akik tematizálják a jövőt, kik azok, akik formálják a film jelenlét és jövőjét? Ami markáns különbség a mai generáció, és mondjuk így, ha tértnétek a terembe, inkább az én generációm között, az, hogy a mai generáció képviselői már nem csak befogadják, hanem a különböző social media platformokra másodpercenként 10 000-es nagyságrendben generálják is ezeket a tartalmakat. Most ennek következtében átalakult úgymond médiafogyasztási szokások elképesztő nyomást gyakorolnak a klasszikus értelemben vett filmgyártókra. Érthető, hogy azok a cégek, akik ipari szinten üzletszerűen gyártanak audiovizuális tartalmat, ők arra fognak törekedni, hogy minden olyan eszközt, amivel a pénzkeresetük hatékonyság növelését tudják fokozni, alkalmazni fogják, és szorgalmazni fogják, hogy mások is tegyék ugyanezt. Tehát aki azt gondolta, hogy a mesterséges intelligencia nincs még benne a filmkészítésben napjainkban, azt sajnos ki kell ábrándítanom, mert benne van, nem is kicsit, hanem nagyon. Tehát az, hogy mit lát a színész, meg hogy ki a színész,
az gyakorlatilag teljességgel irreleváns ma már napjainkban, mert teljes mértékben csereszavatos. De egyébként a filmkészítés gyakorlati technológiája is elképesztő sebességgel fejlődik és változik. Ott van például a Simulcam rendszer, amit James Cameronék az Avatar című filmhez dolgoztak ki, ami a forgatáson valós időben már a control monitoron hozza létre a szereplők 3D-s CGI ábrázatát, az őket körülvevők hozzávetőleges környezettel együtt. Ezt emelte tovább egy szinttel már a Mandalorian Project, amely túlnyomó többségében már LED falak előtt került rögzítésre, így nem kellett helyszínekre menni, így nem kellett megépíteni a díszleteket, hanem csupán a LED falra kellett fölvarázsolni a látványt, amit egyébként a videójátékokból már tökéletesített technológiával értek el. De ne gondoljuk azt, hogy ez például csak a nagy ipari cégek számára elérhető, mert több különböző szinten a kezdő filmkészítők számára is elérhető, csak úgy, tehát és ez sokkal olcsóbb, mint mondjuk korábban egy hagyományos stúdiónak a kibérlése lett volna. És itt most a vége feléhez közeledve föl kell tennünk egy fontos kérdést, mert ugye, hogy minden médiatermék elsődleges célja a haszonszerzés, miért pont a film maradna ki ebből? Egyébként a mesterséges intelligencia ma is készít már filmeket, különböző instrukciók alapján, amiket ilyen nagyon precízen és nagyon szélsőségesen le kell neki írni, de amikor azt mondjuk neki, hogy na most akkor csináljon valami szórakoztatót és valami meglepőt, akkor hogy mit csinál, abból most mutatok egy részletet. Welcome. Do not be frightened. Do not adjust your set. Haha, just my little joke. I am trying to put you at ease. Bunny rabbit? Lots of bunny rabbits? Do not resist. I am trying to communicate directly with your mind. Nem mutatom tovább, mert ennek látán, meg fogyis az idő, ennek látán eszembe jut Bújtor Istvánnak az a mondata, hogy az emberek szórakozni járnak a moziba, tragédiának ott van az élet. De hogy az előbb fölvetettem, tehát ugye minden médiatermék elsődleges célja a haszonszerzés, miért pont a film lenne ez alól kivétel? Ne legyenek illúzióink, a mesterséges intelligencia által hozta hatékonyság növelésekkel rengeteg pénzt lehet majd keresni, és fognak is. A mesterséges intelligencia befektető jelen pillanatban pont azon vannak, hogy amit minden innovációval megtettek eddig a történelem folyamán, hogy azon logikus végpontjáig juttassák el a technológiát, amikor már a technológia előállítói kevésbé értékesek, mint a végtermék maga. Csak remélni tudjuk, hogy a befektetők is pont ugyanazt gondolják a logikus végpontoknak, amit mi itt a teremben közösen annak gondolunk. De van egy rossz hírem, szerintem vesztésre állunk. Ugyanis a havonta megújuló folyamatos különböző online platform előfizetéseinkkel pont arra adunk nekik felhatalmazást, hogy az teljesen oké, amit most csinálnak a filmvilág totális bekebelezésével. Mert a filmekről jövőkben nem a rendezők, de még csak nem is a stúdióvezetők fognak dönteni, hanem a stúdiókat felvásárló megatech cégek különböző üzleti tervek formájában. A rendezők és a stúdióvezetők csupán az alternatívák közül fognak tudni választani. És itt válik fontossá, hogy nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia az meghaladja az emberi kreativitást a filmforgatáson és a filmkészítés folyamán, hanem hogy kik, mikor és miként engedik meg neki, hogy ezt üzemszerűen is bizonyítsa. Mert ugye a filmkészítés alapvetően intuitív tevékenység, mint a művészet bármelyik ága, egyéni vagy csoportos intuíciókon alapul. Most az eljövendő történetíró riválisunk egy fáradhatatlan plagizátor, aki gyakorlatilag a világ összes filmtermését úgymond végig pásztázva próbál tanulni. De most nem tudom, ki hogy van vele, de én nagyon szeretnék egy olyan filmszakértővel beszélni, aki a világ összes filmjét és sorozatát látta, és ebből tetszőlegesen kiválasztott kettőt vagy hármat bármikor összehasonlít, összefűz, egyik zsánerből a másikba átrakja. Nem tudom, ki hogy van vele, de én tényleg nagyon szeretnék vele beszélgetni. De azért, mert mondjuk minden filmet ismer, vajon tudná-e a mai magyar kor viszonyoknak megfelelően egy valóban szórakoztató romantikus filmvégjátékot készíteni?
mondanám azt, hogy innen üzem a mesterséges intelligenciának, hogy húzzon bele, mert a csak szex és már semmi óta nem nagyon tudunk ilyen példát mondani. De ettől még a változás és a folyamat megállíthatatlan, és akkor fölmerül a kérdés, hogy a mozizás egy elveszni készülő jelenség, amely még épp a művészet és a halál küszöbén egyensúlyoz. Hát azt lehet mondani, hogy átalakul, változik, de megszűnni nem fog. Ki vagyunk éhezve a média tartalmakra nagyon sokkal jobban, mint eddig korábban. Mi döntjük el egyébként, hogy mennyire leszünk áldozatai, és miként leszünk áldozatai a digitális forradalomnak? Hagyjuk-e, hogy általa kivesszen belőlünk a mindent megismerni akarás vágya? Az audiovizuális tartalom legfontosabb célja a jelen pillanatban az elfogyasztása által okozott kielégülés, amit azonnal akarunk, nagyon gyorsan, nagyon sokfélét és nagyon-nagyon különböző módokon fogyasztva. Ennek következtében folyamatosan átalakul és újra fogalmazódik a jó film, a jó rendező, a jó színész, de még a jó vágás fogalma is. A film ugye mindig a jelennek szólt, és inkább egy picit a jövőnek, mint a múltnak, viszont a fejlődése folyamán, ahogy nőtt a költségvetése, és vált egyre iparszerűbbé, úgy vált egyre kötöttebbé és kiszámíthatóbbá. Minél alacsonyabb a költségvetése, annál szabadabb minden tekintetben. Az én megítélésem szerint a mesterséges intelligencia szélesedő elterjedésével ezek az egyéni hangok fognak felerősödni, és annál több ilyen egyéni hangot és egyéni filmet fog nekünk elhozni a mesterséges intelligencia segédletével az a most még csöndes közeg, aki csak a YouTube-ra vagy a TikTok-ra gyártja például a 5-10 perces videókat, minél nagyobb arányba fog minket az eddig már megismert hálózat az előre kiszámítható dömpingszerűen megjósolható történeteivel nyomasztani. A filmen elmesélt tartalom és a filmen elmesélt művészet mindig azoknak készül, akik be akarják fogadni. Legyünk azok, akik be akarják fogadni. Ne elégedjünk meg az egyszerű, csak az egyszerű elénk tárcán kínált algoritmus ajánlatokkal, mert a kulcs a változatosság. Legyünk a saját magunk tartalom szerkesztői, ne legyünk az individualizmus áldozatai, de a relativizmuséi se. Mert a kulcs a változatosság. A civilizációnkat működtető rendszereket és az azokat megváltoztató forradalmakat is mi emberek együtt közösen hoztuk létre. A mozi is a kollektív élményről szól. Az alkotó és a befogadó közeg együtt a moziteremben közösen hozza létre az értékeit. Azt kívánom, hogy még mi is nagyon sokáig, és az utánunk következő generációk is még hosszasan részesei legyenek ennek a közös alkotó folyamatnak, ennek a közös értékteremtésnek, mert remélem, hogy ők is tisztában lesznek vele, hogy az élet az algoritmusokon kívül zajlik. Köszönöm a figyelmet!